Jókai utcai parkolóház előtt egy mozgáskorlátozottak számára létesített parkolóhelyet hoztunk létre, amely a legnagyobb forgalmi ügyfélszolgálati irodáknak a megközelítését segíti a rászorulók számára. A Jókai parkolóháznál maradva a forgalombiztonságát javító intézkedés történt, mivel minden felhajtó rámpával szemben felhelyezésre került egy forgalomtechnikai tükör, ezzel beláthatóvá váltak a párhuzamosan közlekedő gépjárművek irányai, és így láthatók a konfliktus helyzetek, megelőzhetők a veszélyes szituációk. Még a szintén a Jókai parkolóháznál végrehajtandó fejlesztésünk, hogy elkészült egy információs táblarendszer, ami rövidesen kihelyezésre kerül. Ez a gyalogossal a parkolóházban közlekedőknek a tájékozódását fogja segíteni. Áttérve a felszíni fizetőparkolóhelyekre, a Révei utcában a Kazinczy gimnázium oldalánál korábban egy járdaszegélyre kellett felhajtani az autósoknak a parkolóhelyek elfoglalásához. Most ez a szegély átépítésre került. A döntött szegélyen keresztül most már sokkal könnyebben elfoglalhatók a parkolóhelyek, és ezáltal reményeink szerint ez a terület népszerűbbé válik. Néhány szót mondanék az adventi időszakra érvényes felszíni fizetőparkoló üzemeltetési időkről, ami azt jelenti, hogy az ünnepélyes lámpagyújtás napjától, november 29-től kezdődően, csak munkanapokon, 8-tól 16 óráig kell fizetni a felszíni parkolók használatáért. Szombati napokon a fizetőparkolók díjmentesen használhatók.